12 van, szombat, 4. nap, és pont a 4. szál cigarettánál tartok. Mondták, hogy jobb lesz, de nem lett jobb, a többiek is csak szenvednek. Nem nagyon fogy senkinek. Nem tudom, meg lesz-e ma a 15. Most jutottunk el oda, hogy minden szál egy szenvedés. Délután 3, és mindig csak a 8-at szívom. Mindig, mikor azt hiszem, hogy kicsit jobb lehet, közepe vége felé, kb. Itt rá kell, hogy jöjjek, hogy nem, mert a nyelvem alatt marja is egészen ki van már sebesedve, vagy én nem tudom. Azért megpróbáljuk hozni a napi 15 szintet. De a nyál az egyfolytában jön. Irány be a meleg lakásba. Hú, de szar. A vége már mar, kapar. Nem tudom nektek, hogy leírni. Busztustalan. Jó estét kívánok mindenkinek. Itt vagyunk a 4. nap végén. Hála a jó Istennek. Ez azt jelenti, hogy elérkeztünk a fél időhöz. Kevesebb van már hátra, mint amennyi eddig volt. Ez volt az egyik legnehezebb nap. Nem csak nekem, a másik három résztvevőnek is. Ahogy a beszélgetéseinkből kiderült napközben, azért ők is rendesen szenvedtek a napi limittel. Nekem a mai nap ez idáig, a nap végéig 16 szál cigarettát sikerült ismét elszívnom. Nem volt egyszerű egyébként. A 4.-5. szál az valahol délután magasságában fogyott el, és a 8. szálig folyamatosan ment a szenvedés, hogy vagy a nyelvemet marta, vagy egyszerűen nem esett jól, utána már csak nem esett jól, de azt figyeltem meg, hogy valahogy ott a 9.-10. szál környékén volt egy pálfordulás, ahol valami átbillent, és most már csak egyszerűen szívom. Annyit vettem észre, hogy nem szabad elpattintani semmit. Tehát, ahogy egy ősi Dakota közmondás tartja, dohányt csak magában, ahogy a földeken megterem. Semmiféle mentol, semmiféle hangzatos, mit tudom is én, milyen fiszenfaszom nevek, amiket ráírnak a dobozra, nem kell, nem szabad elpattintanom, és akkor elviselhetőbb a dolog. Így legalább nem marja a nyelvem tövét alul, de tényleg fizikai fájdalmaim voltak, tehát abba kellett hagyni, és később folytatni, amíg erre nem jöttem rá. Hál' Isten, vagy nem hál' Isten. Ezen túllendültem, úgyhogy nap végére sikerült azért belehúzni a játékba, illetve hát a kutatás általam szabott limitjét, illetve a javasolt 15-öt ma is egyel túlszárnyaltam, de egy dobozt most sem tudtam elszívni. Szerintem a végéig sem fogom.
tudni ezt meglépni, úgyhogy örülök, hogyha ez a 15-16 szál naponta megvan. Viszont még mindig nem értem és nem érzem, hogy mi az, ami folyamatosan arra kényszerítene embereket. Bocsánat, csak éppen cukorkát szopogatok, hogy ez a pusztulat büdös eltűnjön a számból. Szóval, hogy mi kényszerít embereket, hogy folyamatosan 4, 5, 10, akárhány napon keresztül bombázzák a szervezetüket ezzel a szarral, hogy majd egyszer jó lesz. Vagyis hát nem lesz jó, csak az addikció kialakuljon bennük, és egy folyamatos nikotin éhség vezérelt momentum miatt szívják ezt a szart. Még mindig úgy gondolom, hogy ez egy szar, tehát attól függetlenül, hogy megvolt, küzdelmes volt. Most már nem érzem a kezemen a bűzt, nem érzem magamon a bűzt. Egyébként, akik körülöttem vannak, mondják, hogy igen, büdös cigiszagod van. Tehát eljutottam arra a pontra, ahol valami elkezd átfordulni. Már egy kicsit elfogadóbb a szervezetem vele, és szerintem, hogyha ez a kutatás ez nem egy hétig tartana, hanem 3-4 hétig, akkor valószínű, hogy teljesen minden érzékszervemet úgy eltompítaná ez a fos, hogy a végén nem igazán tudnék különbséget tenni előtte és utána állapotban. Hála Isten, tényleg már csak 3 nap van hátra. Halleluja, kezeket a magasba. 3 nap, és aztán jönnek újra a megszokott likvidek. Addig még egy kis kitartás mindenkitől, tőletek is, akikkel együtt vagyok a kísérletben. És aztán higgyétek el, hogy sokkal jobb lesz. Na, megyek pihenni egy kicsit, mert fárasztó volt a mai nap, holnap vasárnap. A 7. napon a Jóisten is megpihent, de mi nem fogunk, úgyhogy holnap is jön a következő videó. Sziasztok!